Január 17-én jelent meg a sajtóban is a honvédelmi miniszter rendelete, miszerint a 45. életévüket betöltött és legalább 25 év szolgálati jogviszonnyal rendelkező katonákat leszerelik. Később az intézkedést a honvédelmi miniszter azzal indokolta, a honvédségnek most a fiatalok erejére van szüksége. A veszélyek korában Magyarország elkötelezett a béke mellett, de ehhez a békéhez erő kell. És ez az erő a fiatalok ereje. Ezért is kezdtük el és folytatjuk azt a fiatalítást, amely utat enged az idősebbeknek, és azt a 48-as energiát, a fiatalok energiáját akarja előtérbe engedni, amelyre akkor is és most is építenünk kell. A jelek szerint tehát a minisztérium a haderő személyállományának megújítására törekszik, így az idősebb, tapasztaltabb katonák leszerelése mellett folyamatos a toborzás is. Itt Fejérben is várják a fiatalok jelentkezését. A fiatalok számára a Magyar Honvédség azért lehet vonzó véleményem szerint, mert olyan dolgokat tud nyújtani, amit más munkáltatók nem. A kiképzés, illetve a későbbi katonai szolgálat során olyan feladatokat hajtanak végre, ami élményt jelent számukra, illetve olyan tudást szereznek, ami nem csak a honvédségen belül, hanem a civil életben is magabiztosabbá teszi őket. Az érdeklődők itt Fehérváron személyesen a Mésző Géza utcai toborzó irodában tudnak tájékozódni a lehetőségekről, ugyanakkor az irányasereg.hu oldalon is érdemes böngészni általános információk után. A toborzó irodákban személyre szabott lehetőségekről is tudnak egyeztetni az érdeklődőkkel a katonák, így például azt is megtudhatja bárki, bevonulása esetén a kezdő alapilletmény mellett mi az, ami megilleti. Kezdő alapilletmény szerződéses katonák esetében nettó 265.000 forint, de azért hangsúlyoznám, hogy ez mellett vannak egyéb illetményjuttatások, amit hogyha hozzákalkulál az ember, akkor egy magasabb számot tud ebből realizálni. Ebben is a toborzók tudnak segíteni, adott esetben mi jár, mi nem jár, illetve kinek milyen egyénre szabott, úgymond pénzt lehet kikalkulálni. Bevonulásra havi szinten van most lehetőség, minden hónapban indulnak kiképzések is. Ugyanakkor a szerződéses állomány mellett önkéntes katonai szolgálatra is várják az érdeklődőket.